Megérkezett a csomagom, ne! Ne! Most kell hívni, mi? Csuszi termékek. Arcade Champions. Pólók, pulóverek, bögrék és még sok minden más. Link a leírásban. Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb rosztázos videóban! Végre videóban! Hát nem hiszem el, hát mennyien vártatok már erre, annyian írtátok, hogy videó legyen, csúcsú! Ne csak összevágott jelenetek streamből, hanem legyen végre videó, hát és itt vagyok végre, srácok, úgyhogy pacsi mindenkinek, aki várta, az dobjon hatalmas lájkot, hatalmas feliratkozást, ha esetleg még nem tettétek volna meg. Beugrunk a shopba, nem fogunk vásárolni, viszont bejött Mr. P-nek az új Star Power-i, amit szeretnénk megszerezni, mert nem szeretnénk lemaradni semmiről a játékon belül. Úgyhogy most láthatjátok is, hogy itt van, meg lehetne vásárolni 169 gemért, mindösszesen 169-et, hát Jézusom, de meg! Kéri, viszont én nem fogom megvenni, srácok, mert konkrétan ugye, hogy látjátok, rengeteg ládánk van, és közben 3 megaboxot lehetne, hogy vásárolni, lehet, hogy abból is ki tudnánk nyitni, de nem feltétlen éri meg most számomra azt, hogy én azt a 3 megaboxot megvegyem, hiszen ugye csak azt a Star Power-t nyithatnánk ki, nyilván az is okés, de én azt mondom, hogy benne lesz azokban a kis boxokban, mint múltkor, amikor a Maxhez is nyitottuk ki fel a Star Power-ket, úgyhogy most ki fogjuk nyitni, srácok, aztán meg megnézzük, hogy milyen a játékon belül, hogy mennyire király. Kicsit lassabban fogom nyitni, hogy ne úgy járjak, mint előzőleg Maxnél, aki esetleg nem látta volna azt a videót, azt tekintse majd vissza, hiszen nagyon pörgettem a ládákat, tényleg úgy, mint soha máskor. Mindjárt mutatok például egy példát, hogy na, hogyan volt. Most nem is tudom úgy megmutatni, de nagyon gyorsan pörgettem, és nem dobta be az animációt. És így csak azt vettük észre, hogy egy ládával kevesebb lett, szóval, hogy kinyitottuk. És én bolond tovább nyomtam, és már rég megvolt a Star Power, és így próbáltam volna keresni, és mi lett volna akkor, hogyha másik animációt se dobja be, akkor az összes ládát kinyitottam volna, úgyhogy teljesen feleslegesen, úgyhogy most addig fogunk menni, amíg meg nem szerezzük azt a Star Power-t, de ez nagyon gyorsan összejött. Jézusom! Hát ez mi volt? Ilyen gyorsan nyitott ez a Star Power. Ilyen gyorsan kinyitottuk azt a mindenét. Hát szerintem ez nem másnak köszönhető, srácok, mint annak, hogy Arcade Champions-ös póló van rajtam ismét. Jézusom! Hát megcsinálja a fiú! Arcade Champions-ös póló, Arcade Champions-ös maci, Arcade Champions-ös egérpont, minden is! Hát hány ládából jött ki? Jézus atya úristen, de gyorsan szereztük mi ezt meg. Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan itt lesz azért. Az úgy oké volt, hogy így majd, mit tudjam én, a 40-50 láda? Hát de hát ez 10 láda volt, vagy még talán egy picivel? Lehet, hogy egy picivel még kevesebb, vagy egy kicskével több? De ott vagyunk, srácok. Hát nem kell ezt megvenni, gemért. Nehogy megvegyétek, hát Jézus. Ha valaki azt megvet, ne! Don't do it, boy! 169 gemből annyi duplázót tudsz venni, 3K-t, meg még egy kicsike is marad, nem éri meg! Ne vegyétek, mert úgyis a kisládákból ki tudjátok nyitni, és a sokkal, de sokkal jobban megérős. Ugye, srácok, itt is van az új Star Power, ugye már használtuk a Handle with Care-t, ami baromi jó, hiszen ugye azzal jobban tudsz támadni, viszont erre is kíváncsi voltam, és nagyon sokan úgy vannak vele, hogy ez egy gyenge Star Power. Hiszen ugye csak HP-val lesz több maga a szuperet, tehát amikor lerakod ezt a kisebb-kis ilyen podot, amiből kijönnek ugye ezek a mini pingvinek és támadnak, csak annyi, hogy több HP-ja lesz annak a podnak. Tehát tovább bírja a strapát. Na de már most, ugye sokan azt gondolhatják, hogy ja, hát akkor ez csak ennyire jó. De nem, igazából... Ha belegondolunk, 3000-re több élete van ennek a kis podnak, ami nem csak arra jó, hogy most nehezebben szedjék azt ki, hanem ha ezt védekezés gyanánt használod, tehát ledobod az arcod elé, akkor sokkal, de sokkal damage-et tudsz kibírni. Tehát, hogyha például jön egy bull, akkor majdnem mind a 3 lövését tudod defendelni, és nem fogod kapni arcba a sebzést. Egyáltalán nem. Szóval ezt inkább jobban lehet használni ilyen védekezésre. Nem fogok zsákba macskát árulni. 3 iszonyatosan szörnyen rossz mérkőzésem volt, annyit buktunk, mint az állat. Hát az a probléma, hogy ezen a mappon nem biztos, hogy Mr. P annyira OP, vagy talán a másik Star Power-je sokkal jobb lenne. Ilyen tekintetből tudnánk damage-elni az enemét akkor is, hogyha messzebb tartózkodik esetleg innen. Ránk akar másni? Ránk? Másik ránk fog másni, higgyétek el, hogy mindjárt jön is befele, és el akarja vinni az összeset. Nem viszed el, te mocskos! Itt van a közel 7000 HP-s podocskám, ami most nagyon jól jött. Hiszen ugye, hogy most nem lett volna egyivel több HP-ja,
akkor már régen leszedi, és már régen jön rám, pusolt volna. De így meg is tudtuk ölni, elhozni azt a rengeteg a Power Cube-ot, úgyhogy nagyon jól jött ki. Látjátok azt, hogy ez a 3000 HP igenis nagyon sokat jelent. Nagyon is sokat. De így, amikor meg már ugye több Power Cube-od van, hát sokkal többet számít, és sokkal, de sokkal több HP-ja van a pododnak. Úgyhogy rengeteget bírt ilyenkor, már 8520 HP-ja van, baromi jó. És hogyha arra nézzük, hogy esetleg más játékmódokban, ahol esetleg többen vagytok bent, 3v3-akban, szerintem ott jobbnak fog bizonyulni ez a Star Power, hiszen ugye sokkal többet tudsz védeni majd vele azáltal, hogy ugye több a HP-ja, és lehet, hogy sokkal, de jobb lesz ott azokon a bapokon, például a Siege-ben, mert az enemiknek sokkal többet kell rálőniük. De itt is egész jónak bizonyul, jó, hát 3 lúzom volt, most akkor mi van? 3 lúzom volt az előző mérkőzéseknél. Nem probléma, kell egy-kettő ilyen bemelegítő mérkőzés, meg ilyenek, és úgy látszik, hogy jó ez a Star Power. Én azt kell, hogy mondjam, hogy először, amikor a Brawl Talkban beszéltek róla, így gyengének éreztem első hallás, hogy mi van, most csak akkor HP? Hát ez kit érdekel a HP? Hát ez nem jelent semmit. A fenéket nem. Igen, és nagyon jó. Nagyon jónak bizonyul. Oh my god, meg is öltük. Ennyi a Spike-ot. Nincs akkora nagy damage a Mr. P-nek, igazából a range-et kell kihasználni, és azáltal kell damage-eket tolni az enemy-re. Ugye ugyanúgy a falat ki tudjuk használni arra, hogy bounce-oljon a lövés, és ilyenkor is tudunk akár duplán sebezni, hiába ugye nincsen meg a másik Star Power-nek. A másik Star Power-nek köszönhetően talán messzebbre tudnánk lőni olyan open field-eken, mint ahol most vagyunk. Ugye most is pattan még egyet, és lehet, hogy be tudnánk sebezni azt a shell-t. Viszont ha egész ügyesek vagyunk, akkor akár ki is tudjuk nyírni is az enemy-t, és már indítom is az én kis pingvineimet, a kis cickászaimat, ahogy szoktam hívni. És azok le fogják kergetni azt az elprimót. Mindenféleképpen meg kell majd állni egy pillanatra legalább, és utána már a sebzések menni fognak, és én is el tudom érni, és ha folyamatosan el tudom érni, akkor azt jelenti, hogy meg fog halni az elprimó, hogy meg fog halni! Még jó, hogy meg fog halni! Hát hogy a viharban-e? Egy pingvin ne nyírná ki? Dehogy nem! És már kész is van a másik podom, szóval indíthatom a következőt, és olyan közelségbe kell lenni, hogy ne tudjon éppen meglőni minket a bullocska, de azt se tudja, hogy a szuperjét elnyomja. És most van az a pozíció! Most volt bizony az a pozíció, amiről beszéltem, hogyha közel fog jönni a bull, akkor rengeteg damage-et lehet kivédeni majd azáltal, hogy én le fogom rakni ezt a podot. Most viszont ugye nem tudjuk, hogy hol van a másik enemy, és még mindig él a podom, mert sok HP-ja van. És kibírta a meteor, és itt van a közelben a Nita, úgyhogy oda kell figyelni, mert bármikor ránk tud pusholni, talán egy kicsit olyan helyre kéne elmenni, ahol nem tud annyira utolérni minket. Lehetséges, hogy a bull az ránk fog most már jönni, de milyen meg fogja keresni közben a kis podunk, és már rakom a következőt, ami nem lett a legjobb pozícióba helyezve, viszont tudjuk ugyanúgy defenzívaként is használni, ha esetleg ki akarna pusholni ránk, ugyebár a bull, és szépen meg fogja keresni egyébként ebben a bushban a bullocskát, ugye a kis pingvinünk, úgyhogy ennyiből nem olyan rossz a Cave-ön csörnön. Tehát erről a részről egész jó lehet ez a Star Power, és maga Mr. P is. Tudjuk jól, hogy itt van ugye az enemy. Le is rakjuk a következőt, mondjuk egyiből lehet, hogy problémás volt, hogy nem hagytuk azt, hogy oda menjen. És közben valószínűleg megérkezett a csomagom, de ne! Most kell hívni, mi? Oké, egy pillanat. Na hát itt is van, srácok, maga a csomag, amiről beszéltem, hogy hát ezt nektek köszönhetem, úgyhogy ez majd ki lesz csomagolva, megérkezett, és mondtam nektek ugye, hogy minden egyes támogatás, ami a csatornára érkezik, az, hogy nézitek a videókat, az, hogy támogatást kap a csatorna, hogy tagok vagytok egy páran, az folyamatosan a csatornába lesz belőlve, és itt van egy hatalmas újítás, amit remélhetőleg majd észre fogtok venni változásokat streamben, videóban, és ebben a csomagban van. Úgyhogy a következő videókban, hát nem tudom mikor, mert még egy-két dologra várni kell, de utána látni fogjátok majd a minőségbeli változásokat. Szóval nagyon szépen köszönöm nektek, hogy nézitek a csatornát. Na, térjünk vissza közben a játékba, mert mindjárt megdöglök. Annyit kellett itt mászni. Érde a csomagért. Na, úgyhogy ugrok is a következő mérkőzésbe. Eddig azt mondom, hogy egészen jó. Egészen jó ez az új Star Power, és sokkal erősebb, mint legelőször gondoltam volna. Tehát lehet, hogy ez a Star Power például jobb lesz, mint a másik. Szerintem bizonyos esetekben, bizonyos pályákon igen. Valószínűleg jobb lesz. Én úgy látom, nem tudom, hogy vagytok vele, írjátok le amúgy komment szekcióba, hogy ti hogyan gondoljátok. Látjátok ezt a sejt is, Jézusom, milyen gyorsan kinyitom, köszönhetően ennek a Star Power-nek, hogy több HP-ja van a podnak, amit le se raktam. Azt a mindenét, de OP voltam.
Hát ilyen pillanatok alatt még senki nem pusztított el egy Shellyt, szívesen, szívesen. Lerakjuk gyorsba ide a podot, aztán hátra nem szedik ki, és közben felfedezzük az ellenfeleket. Pontosan azért jó ezen a pályán egyébként, mert tudjuk látni az enemiket, hogy merre van esetleg a legközelebbi target, és ha éppenséggel nincs a bushban, akkor ugye be lehet menni a susnyásba, meg hát nyilvánvalóan ugye szépen elkergetni az enemiket. Még az lenne talán királyabb, ha nem is a podnak, vagy hát a podnak is felvinné a HP-ját, és a kis robotoknak. Azt képzeljétek el, hogy a robotnak lenne 3000-rel több HP-ja. Nem mondjuk az, hogy lehet, hogy OP lenne. Szerintem az lenne. De így is elég jó ez egyébként, hogy a podnak van ennyi HP-ja. Hát látjátok, hogy folyamatosan jön is az enemy, nem is nagyon mennek rá, mert már látják azt, hogy sok HP-ja van, és nem foglalkozik inkább az enemy azzal, hogy esetleg leszedje azt a podot, mert sok HP, az 3 ammót legalább bele kéne lőnie, ha szeretné azt, hogy leszedje. És most is nagyon jól tudom, hogy a védekezés gyanánt használni, jön kifele folyamatosan belőle a kis minyoncocska, ami elkergeti ugye a bót, és hogyha ugye meg akar engem támadni, akkor pedig simán be tudok ugye bújni mögé, mint a bázis mögé, és akkor nem tud kinyírni. És egy újabb orbitális kill köszönhetően az aktatáskának. Na például, hogy az El Primo rámugrik, akkor lehet, hogy lesz probléma, viszont már is rakom ugye lefelé a csicskás, és a csicskás bázisát tudta autóatakolni, hát az meg fog pusztulni, nem kell oda a mine, hanem én konkrétan rámegyek, és onnantól kezdve halott ügyet fog kergetni. A mine-ba dobtam bele, de két aknor még rárobbant a Shellyre! Rárobbant! Hát hogy ne robbant volna rá? Hát miért ne robbant volna? Hát mert Mr. P.O.P. Mr. P.O.P. srácok! Szerintem egy nagyon jó Star Powerről van szó. Szerintem nagyon jó lesz a játékmódokban. Attól függően, hogy hova visszük be, teljesen mindegy. Nem fogják így megkörnyékezni azt a podot, nem akarják leszedni, látják, hogy annyira sok HP van. Amikor még ugye nincs ez a Star Powered meg, akkor kevés a HP annak a podnak, és akkor úgy oda megy, hogy hát egyet belelők, kettőt belelők, és akkor szétszedem amúgy. Szóval inkább fókuszálja, de ha látja azt, hogy 7000-8000 HP van, már nem fog rámenni. Nem akarja leszedni, mert úgy, hogy ha annyit belelő, akkor te ki tudod végezni, mert reloadolnia kell. Úgyhogy ez egy nagyon taktikus Star Power, és szerintem nagyon sokan fogják bevinni, akiknek ez meg lesz. És én is azt mondom, hogy vigyétek be teljesen, mert baromi jó. Siege-ben iszonyat király lesz. Hát mennyit kell majd ráfókuszálni? Nem fogják. Nem fognak rá foglalkozni, és végig ott lesz egész pályán, jönni fognak a kis csicskások. Nagyon jó. És srácok, hát jelezzétek egy hatalmas lájkkal, ha tetszik nektek is ez a Star Power, meg tetszett ez a videó, meg szeretnétek még látni ilyen videókat, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, mindenféleképpen tegyétek meg, jó? Na, hát igazából ennyi is lett volna ez a tartalom, aztán pedig majd várlak titeket sok-sok-sok-sok-sok szeretettel a következő ilyen videókba és streamekbe. Ön is szeretne ilyen vagány termékeket beszerezni, mint az Arcade Champions-ös póló? Már elérhető! Teljesen elérhető! Egyet fizet, egyet vihet akció! Egérpad! Póló! Bögre! Vagánybögre! És még plüsmaci is kapható! Wow! Arcade Champions-ös termékek! Csúszi.hu!